Köszöntöm minden kedves nézőnket a Jánosházi Krónika mai adásában. Nézzük át röviden e heti témáinkat. Rózsafüzér együtt a Szent Imre iskolában. Mise Szent Vendel búcsónapján. Esküdtettek városunk új elöljárói. Ünnepi műsor a Művelődési Házban 1956 alkalmából. Már nem pont nélkül, de továbbra is komoly gondban a Meteor. Október 18-án délelőtt 9 órától a Szent Imre iskola tanulói is bekapcsolódtak az 1 millió gyerek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kezdeményezésbe. Szép időben, a szabadban, egymás kezét fogva imádkozták a szentolvasót. A világméretű akció azért indult, hogy a béke és az egység ügyét szolgálja szert a világban. Tokár János atya az ima előtt arra kérte a gyerekeket, imádkozzanak minden olyan ismerősükért, barátjukért vagy családtagjukért, aki valamiben szükséget szenved. Ez a hónap, október, minden évben a rózsafüzér hónapja a katolikus egyházban. A hagyomány szerint a neve onnan ered, hogy az első rózsafüzéreket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készítette, mint egy koszorút font a szűzanya számára. Októberben van Szent Vendel ünnepe is. Az állatok védőszentje segítette őseinket bajaikban. Ezért hálából emelték a város közepén álló Vendel kápolnát. Ennek búcsúnapját ünnepeltük szombaton este. A kápolna előtt szabad téren volt a szentmise, amit Tokár János atya mutatott be. Vendel példáján keresztül vezetett rá bennünket arra, hogyan lehetünk modern keresztények. Ennek a földnek a népe építette ezt a Szent Vendel kápolnát, hogy a hitben megmaradjunk. Nem a szenteknek szól minden, a szentek adják hozzá azt a profilt, ami miatt itt különösen odafigyelünk a nyájak, az állatok védelme miatt Szent Vendelre, de a gyökereiben a hitet kívánják bennünk erősíteni. Őszinte tisztelettel vagyok itt, és mindnyájan meghajtjuk a fejünket őseink hite előtt, akik nem sajnáltak semmiféle anyagi áldozatot, a szívüket, a lelküket beleadták, hogy itt ebben a városban a gyermekeik, az unokáik, ükunokáik, az összes utánuk következő nemzedék tudjon föltekinteni az égre, és naponta hálát adni, naponta újra és újra elkezdeni a munkát. A szentmisén Kis András polgármester és felesége is részt vett. Hétfőn délután letették a hivatali esküt az újonnan megválasztott képviselők. Az ülés kezdetén Márfi József, a helyi szavazott számláló bizottság elnöke beszámolt a választások eredményeiről. Röviden ismertetném a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-án megtartott választásának eredményét. Először is a polgármester választás eredményét, amiben Keresztes István független jelölt 271 érvényes javas szavazatot kapott, Kis András Attila független jelölt 846 érvényes szavazatot kapott. És akkor gratulálunk a polgármester úrnak az elég eredményekhez, és ebben a sorrendben át is adnám a megbízó leveleket. Szabad ezt így? Igen, köszönöm. Gratulálok, Polgárs! Köszönöm szépen! Majd Kis András polgármester tette le az esküt, Balázs Endre jegyző előtt. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segít. Ezután a képviselők esküje következett. Jánosháza város fejlődésének. Előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Majd megvitatták és elfogadták a szervezeti és működési szabályzatot,
és titkos választással megválasztották a polgármester helyettest, aki továbbra is dr. Kis Imre Zsolt lesz. A választást az ő eskütétele követte. Teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Köszönjük. A tiszteletdíjak megállapításával folytatódott az ülés. A tiszteletdíjak továbbra is a törvény által megszabott legalacsonyabb értéken maradnak. A folytatásban a bizottságok külsős tagjai tették le az esküt, az ülés után pedig a Szociális Bizottság már is megkezdte munkáját. Kedden délelőtt volt városunk hivatalos ünnepsége az 1956-os forradalom alkalmából. Az ünnepi műsor a Művelődési Házban volt. A Szent Imre iskola diákjai Osztályvigyász címmel mutattak be színdarabot, melynek középpontjában egy pesti iskola tanulói álltak. Képzelj, tanár úr, a bent szobornál hatalmas tömeg volt. Tudom, fiam, üljél le, földrajzóra vagy. Feri, osztasd ki a térképeket, és keressétek meg Moszkvát. Na, akkor keressük meg azt a Moszkvát. Hol van az a Moszkva? Hová voltál, Moszkva? Azt hittem, könnyű téged megtalálni. Azt hittem, mindenütt jelen vagy. Nem politizálunk! A forradalomhoz csatlakozott srácok mellett kitartó tanáruk szembefordult a kommunista igazgatóval, majd a darab végén az üres osztályban mondta el vádbeszédét a rendszer ellen. Te meg csak nézel itt! Nevetsz! Tudom, hogy nevetsz! Ki nevetel az álmainkat, te álmodozó! Miattad van minden, te álomkor! Nem tudjátok, hol van Moszkva? Akkor keressétek meg! Ott van az mindenhol, az álomkor. A darabot Nagy Béláné és Martonné Böröc Ramona állította színpadra. Az ünnepi beszédet Molnár Terézia, a Szent Imre iskola igazgatója tartotta, aki szintén egy egykori diák szemén át mutatta be a forradalom eseményeit. Azt tette szépé ezeket a fiatal hősöket, és ez nagyon szépen kirajzolódott a bemutatott osztályjelenetben is, hogy jobbak, erősebbek, ártatlanabbak tudtak lenni, mint a fennálló, igazságtalan rendszert kiszolgáló felnőttek. Egy korabeli iskola újságban olvashatjuk. A Szénatérnél történt. A felkelők elfogtak egy AVH-st. Az egyik hevesvérű fiatal meg akarta ütni, de idősebb társa lefogta a kezét. Nyugi, gyerek, ne üss, mert akkor te is olyan leszel, mint ők. Az ünnepség után koszorúzás volt az 56-os emlékműnél. Utolsó két meccsén döntetlennel végzett a Meteor, ez azonban nagyon kevés a jövőre nézve, hiszen ezzel együtt még mindig csak 3 pont van a csapat neve mellett. Az őszi idényben hátralévő 5 meccsen elméletileg még 15 pontot lehetne gyűjteni, amit legalábbis elvileg kivihetné a csapatot a kieső zónából, ám holnap a jelenleg második helyen tanyázó Rumot fogadjuk hazai pályán, akik a múlt héten kikaptak a Királytól, így minden bizonnyal a kötelező győzelemre hajtanak majd nálunk. Tehát nehéz lesz a pontokat itthon tartani. U19-eseink valamivel jobban állnak, mint a nagyok. Reméljük, hogy legalább ők visznek egy kis örömöt a csapatvezetés életébe. Kétségtelen, hogy valamit változtatni kellene a labdarúgás házatáján, mert jó néhány év után ismét a megye 2-ben találhatjuk magunkat, ha így maradnak a dolgok. Reméljük azért valami változás lesz, holnap majd többet tudunk. Ennyi fért ma esti krónikánkban, várom Önöket a képernyők elé jövő heti adásunkban is.